figyelj csak, mit csinálsz, he? Arra van, aki jár, gyere, menjünk szépen haza. Stevie, hívd neki egy taxit. Hozzon egy gin tonicot. A rendelés ideje fél órája elmúlt. Hozzon nekem egy gin tonicot, vagy megölöm. De csak egyet. Kimondtad a legtitkosabb vágyamat. Mindenkit meghívok egy italra. Mama! Na hát, és én meg azt hittem, hogy nincs egyetlen porcikát sem, ami tisztességes lenne. Te csak hagyd békén a porcikáimat. Mocskos szemétláda vagy. Köszönöm. És ocsmányul öltözködsz. Ki veszi neked a ruhákat? Tessék, gyerekek, egy toastot. Dennyre és Debbie-re. Jobb nekik így, ahogy vannak. Egyetértek. Na és Debbie boldog? De mennyire? Danny is. Gondolom, Debbie visszamegy a főnökéhez. Gondolom, Danny trippert kap. Tudod mit, Joan? Ha nem lenne rajtad, Luke, valaki már rég megölt volna, tudod? Te pedig egy pszichopata, skizofrén, társadalmi beilleszkedésre alkalmatlan egyén vagy, akiről ordít, hogy valójában homoszexuális pánikban vergődik. Igen, ahogy mondod. Akkor táncolunk, vagy mi lesz?